Tavaly alakult meg az Angyal Sóhaj Alapítvány, kuratóriumi tagjai között neves pedagógusokkal, szociális munkásokkal és kommunikációs szakemberekkel. Céljai között a tehetséges makói fiatalok támogatása és a művészetek katedrája létrehozása mellett az is fontos szerepet kap, hogy szociális segítséget nyújtson a rászoruló személyeknek, családoknak. Vasárnap a Nyugi Bárban megrendezett átadón 8 család kapott személyre szóló ajándékokat. 25 ezer forintos csomagokat tudtunk összeállítani. A személyeket, a családokat szerint választottuk ki, hogy az oktatási és nevelési intézmények vezetőit kértük meg, hogy ebben legyenek segítségünkre. Ők adták meg a családok neveit, és a kuratórium tagjai névre szóló ajándékokat készítettek, ajándékcsomagokat. Kezdeményezésünkhöz csatlakozott a makói Tesco áruház, aminek köszönhetően még további 6000 forintos tartós élelmiszercsomagot tudtunk az ajándékok mellé biztosítani. Kovács Erika 4 gyermekét 7 éve egyedül neveli, közülük a legkisebb, Dorina, a születésekor fellépő oxigénhiány miatt 24 órás ellátást igényel, így édesanyja nem tud munkát vállalni. Jelenleg az a céljuk, hogy Budapestre tudjanak költözni, ahol a kislány megkaphatja a szükséges kezeléseket, amelyekkel műtéteket és további problémákat kerülhetne el. Ez egy nagyon jó leső érzés, hogy igenis ez a kisvárosunkban ennyi jó ember él, és igenis gondolnak azokra, akik elesettebbek, akiknek talán semmi olyan nagy valami nem jut karácsonyra, semmi olyat nem tud a gyerekei elé tenni, mint mondjuk én is. A családokat az átadót követően meghívták a gyertyagyújtásra és az ahhoz kapcsolódó ünnepségre. Az Angyalsóhaj Alapítvány jelenleg azon dolgozik, hogy a következő év folyamán a térségben élő értelmi vagy testi fogyatékossággal rendelkező 23 év feletti fiatal felnőttek számára megfelelő foglalkoztató házat tudjon kialakítani.